A szakképzések széles körű szervezése, a mesterképzés és a vizsgáztatás is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara feladata volt a 2015-ös évben, mondta el a főtitkár Nagyné Varga Katalin. Emellett rendezvényeket, tájékoztató előadásokat tartottak a vállalkozói környezet változásáról, jogi, adózási, munkaügyi, valamint fogyasztóvédelmi témában, amelyekre számos gazdálkodó szervezet ellátogatott. A 2015-ös évben a kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása is kiemelkedő fontos. Bírt a kamarai tagok számára szervezett rendezvények tematikájában. A kamarának az önkéntes taglétszáma közel 900, ez 900 gazdálkodó szervezetet jelent. Itt ebben szeretnénk az elkövetkezendő időszakban tovább lépni és bővíteni azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a számát, akik önkéntes kamarai tagok szeretnének lenni. A tanulószerződések vonatkozásában jelenleg 2800 tanulószerződést tartunk nyilván, és 400 körül van azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a száma, akik ezeket a tanulókat foglalkoztatják. Ebben nagyon fontos feladatunk az, hogy folyamatosan növeljük a tanulószerződéseknek a számát, és növeljük azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a számát is, akik ebbe a rendszerbe bekapcsolódnak. A kamara pályaorientációs feladatokat is ellát, amelynek keretében a 6.-7. osztályos tanulók számára mutatják be az adott szakmákat, és segítenek nekik a továbbtanulási döntések meghozatalában. Nagyon fontos szerepet tölt be a kamara a szakképzésnek a vezetésében, szervezésében, a duális képzésnek a kialakításában. Ezzel kapcsolatban rengeteg feladatot kapunk, és nagyon komoly feladatokat látunk el. Hozzánk tartozik a tanulószerződéseknek a kötése, az ezzel kapcsolatos ellenőrzés, tájékoztatás, a gazdálkodó szervezeteknek a folyamatos informálása. Nagyon fontos feladata a kamarának az, hogy egyre több gazdálkodó szervezetet vonjon be ebbe a rendszerbe, és minél több tanulót tudjunk gazdálkodó szervezetekhez kihelyezni, hogy a való életben tanulják meg a szakmát. A szakképzéshez kapcsolódóan szervezzük a szintvizsgákat, ami közel 2000 tanulót érint, és ez egy olyan köztes mérő ellenőrzés, amikor megnézzük, hogy a tanulók az adott szakmában milyen szinten állnak, és mik azok a feladatok, amiket még teljesíteni kell, akár az elméleti, akár pedig a gyakorlatnak a vonatkozásában. 2016 elején is a szakma kiváló tanulója versennyel kezdődik a kamara éves programja. A megyei selejtezők a különböző szakmák elméleti megméretetéseivel kezdődnek, majd a gyakorlati versenyeket az országos döntőben rendezik meg.